kapitány ugye azt kérte, hogy próbáljuk élvezni a játékot, ugye nem sok meccsünk volt az idén a felkészülés szempontjából. Ugye azon tényleg rendkívül különböző felállásokban játszottunk, hogy tényleg az utolsó felkészülést úgy próbáljunk nekiállni, hogy szerezünk önbizalmat, egy jó játékkal próbáljunk készülni ugye a szeptemberi selejtezőkre. Azt mondom, hogy ez döntetlen, ez azt mondom, ez abszolút a mérkőzést jellemezte, amit láthattunk egyszer, mi voltunk fölénybe, egyszer ők voltak fölénybe. Ez mondhatni egy igazán barátságos mérkőzésre sikerült, de én azt mondom, hogy a felkészülésnek ebben a szakaszában ez valamilyen szinten normális is. Ugye ők is, mi is azért a felkészülés, még most fejeztük be, most jönnek igazán a tétmeccsek. Én biztos vagyok benne, hogy a két hét múlva már jóval nagyobb különbség lesz a mi játékunkban is, és az egyéni teljesítményekben is. Természetesen örülök, hogy azért megint csak hosszú idő után sikerült betalálnom, remélem, hogy azért a klubcsapatomban is egy pici lökést ad nekem, és ott is megtörik a hosszú idő után. Jóval gyengébb ez az izraeli válogatott, mint szerintem a csoportunkból, sem azt mondom, hogy bármelyik, de ez nagyon-nagyon gyenge, most így nem akarom megbántani a csapatot, de azért egy gyenge képességű válogatottal találkoztunk, akikben azért nagyon sok hiba csúszott a játékukba, és hát látszott, hogy nem azért jönnek ide, hogy most minket itt felőröljenek, úgyhogy én azt mondom, hogy a pontatlanság és a figyelmetlenség egy-két szituációba vezetett odáig, hogy tényleg hagytuk, hogy egy picit ránk jöjjenek a végén, és ezt a győzelmet elvegyék tőlünk. Ha mondjuk a VB csoportból az ellenfeleink közül kellene választani valakit, kihez tudnád hasonlítani ezt az izraeli csapatot erősséggel? Hát nehéz ezt. Nem annyira ismerem ugye az ellenfél, ugye a hollandokat ugye előző körbe velük voltunk, a törököket ugye régebről. Talán azt mondom, egy román ész szinten biztos, hogy van ez az izraeli csapat. Nem gondolom, pont beszélgettük a Gyurcsó Ádámmal, hogy 80 valányok a világranglistán, szerintem annál azért ez jobb csapat. Úgyhogy, de mondom, így nehéz ezt összehasonlítani, talán majd ezt meglátjuk akkor, hogyha meg lezajlott az első kör. Andorra ellen ez a játék elég lesz szerinted? Nem, biztos, hogy nem.